Most pedig Gaskó Istvánnal folytatjuk, ugyanis a miniszterelnöki konzultáció tegnap a Liga szakszervezet vezetőivel folytatódott, ahol a szakszervezet elnöke a sajtó értesülései szerint jól beolvasott Orbán Viktornak. Érdekes egyébként ez azért is, mert az előző ciklusban a Liga valójában kifejezetten jó viszonyt tűnt ápolni az akkor ellenzéki Fidesszel. Ilyen értelemben tehát indokolt, hogy a szövetségesek és partnerek között egyeztet velük a miniszterelnök. De jól mit válaszolt a kritikára? Remélem, hogy Gaskó István elmondja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi volt az? Arról sok helyen lehetett olvasni, hogy ön mit mondott Orbán Viktornak, hogy ő erre mit válaszolt, annak nem jutottam nyomára. Ezt pedig tőle kellene megkérdezni, hát de egyébként hallotta, én igen, én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy vannak köztünk viták, jelentős viták, de mint partnerek kénytelenek vagyunk tárgyalásokba bocsátkozni, és ezzel így van a Liga is. Egyébként a miniszterelnök a szerződéses szövetségesek közé nem sorolta be a Ligát. Hát ennek gazdasági... a konzultációs sorozatnak ugye az együttműködő partnerek és a gazdasági és a szövetségesek. Gazdasági partnerek is, így is szerepel. A Liga és a Fidesz között nincs semmilyen megállapodás, semmilyen szövetség. Na de van még annyi szakszervezeti szövetség, miért épp önökkel egyeztet a miniszterelnök, hát, és nem bármelyik másikkal, vagy az összesen? Tessék őt megkérdezni erről. Ha Ligát meghívják, a Liga elmegy. Mindenki, aki meghívja a Ligát tárgyalni, az előző kormányzati érákban is, és ma is elmegy, és tárgyal, megpróbál a munkavállalók érdekébe eljárni, segíteni a munkavállalóknak, hiszen ezért van. És hát bár kesereghetnénk azon, hogy másokat nem hívnak, de ezzel nem időzünk, mert akkor az érdemi munkától vonjuk el az erőinket. Hogy zajlik egy ilyen konzultáció egyébként? Hogy képzeljük el? Hát én úgy gondolom, hogy ez valóban protokoláris volt nagy részt, hiszen nem is titkolta, nem tagadta a miniszterelnök, hogy a elmúlt két év történéseit, eredményeit szerette volna értékelni, és hát ahogy a sajtón átjött, nagyon örülök, hogy a Liga nevében az elmúlt két év kormányzati munkájáról elég sok kritikát kellett mondanom a munkavállalók helyzetének romlása miatt. Ugye azt mondta, hogy idézem is, hogy az elmúlt két évben a munkavállalók sorsa nehezedett, a keresetek, a juttatások csökkentek, a szociális ellátórendszer zsugorodott, a munkavállalók jogai korlátozottabbak lettek, és gondolom arról is nyilván beszélt, hogy a szakszervezetek helyzete és jogai lényegesen romlottak. Természetesen. Kaptak bármiféle ígéretet, bármire nézvést ezek közül a problémák közül? Nem tudom, hogy a sajtó miért nem vette észre, de a miniszterelnök a sajtótájékoztatós beszédének a közepén két nagyon fontos mondatot mondott a szakszervezetekről. Azt mondta, hogy a kormány a szakszervezeteket nagyon fontos társadalmi partnernek tartja, és számít a jövőben a közreműködésükre. Én azt gondolom, hogy a magyar Orbán Viktor miniszterelnök ilyet még nem mondott. Szerintem itt egy szignifikáns változást. Ez nem egy ilyen nemzeti jó kívánság? Természetesen a szakszervezetek nagyon fontosak, számítunk az együttműködésükre, úgy átírtuk a munkatörvénykönyvén. Hát a nemzeti jó kívánságról annyit, hogy amikor az első OET-re eljött a miniszterelnök, akkor azt mondta, hogy a kormány képviseli a munkaadókat is, meg a munkavállalókat is. Na most szerintem ehhez mérten ez egy elég komoly változás. Hát meg ugye említette az OET-t, ez az Országos Érdekegyeztető Tanács, ami egyébként azóta megboldogult, ugye a kormány megszüntette, és többek között ennek is köszönhető, hogy önök külön megállapodást kötöttek például a vállalkozók országos szövetségével, hiszen nyilván ez az érdekegyeztető mechanizmus, ami az OET helyére lépett, ez nem működik. Nem lépett a helyére. Hát a, nem lépett a helyére, mert nem működik. Az amit ugye, amire azt mondják, hogy oda lett összevonva az OET, ami persze nem valós állítás, hiszen ott a kormány nem szerepel tagként. Gyakorlatilag valóban makroszintű érdekegyeztetés a kormány rendes tagságával, teljes értékű részvételével nincs, nem történik ma. Ezt ki kell mondani. Hiába jött létre a versenyszféra egyeztető, háromoldalú egyeztető fórum, ahol a kormányt a miniszterelnök képviseli, akkor sem tekinthetjük ezt egy makroszintű érdekegyeztetési rendszernek. És ebben sem történt ezek szerint sem előrelépés, sem bármiféle ígéret. Ebben a pillanatban nem, de a Liga nem rejt véka alá, hogy ezt a hiátust is szeretné pótolni még ebben a kormányzati ciklusban. És hát nagy reményt fűzök ahhoz, hogy a miniszterelnök ellátogat a Liga szakszervezetek testületi ülésére szeptember második felében,
ahol az eddig felsorolt problémákat újra bonckés alá vesszük, és azt remélem, hogy ott lesznek érdemi előrehaladások. Hát akkor ezek szerint a konzultációs sorozat kapcsán voltak olyan érdekcsoportok, amelyek konkrét ígéreteket kaptak, mondjuk például a gyógyszerészek azt, hogy segítenek nekik patikát vásárolni, a szakszervezetek és az általuk képviselt munkavállalók meg reménykedhetnek, hogy majd ősszel, hát ha messzebb jutnak, de találtak azért egy konstruktív előremutató javaslatot együtt, hogy a külföldön lappangó számlákat kell valahogy bevonni a közteherviselésbe. Ez nyilván azért is juthatott eszükbe, mert mostanában látott egy ilyen kutatás napvilágot, ott tele volt vele a sajtó, hogy milyen mennyiségű pénz ment ki az elmúlt 20 évben Magyarországról is. Igen, offshore paradicsomokba. Elég jelentős mennyiségű. Bizony, ez egy komoly probléma. Ugye arról az utóbbi hónapokban is olvashattunk, hogy az új magyar tőkés osztály is, a kormány által favorizált része is menti ki a vagyonát offshore számlákra. A kérdés csak az, hogy hogyan fogják ezt a pénzt. Nyilván minden épeszű magyar ember arra gondol, hogy jobb lenne, ha a magyarok pénze itthon lenne, a bankokban, itthon állna a rendelkezésre a gazdaság finanszírozására. Ez természetesen sokféle módon lehet, úgyhogy a titkosszolgálatot kiküldik, és a bankokban megpróbálnak adatokat kilopni, mint ahogy történt ez más európai országban, meg úgy is, hogy olyan környezetet teremtünk az országban, olyan társadalmi gazdasági környezetet, hogy a pénzüket kintartó magyar állampolgárok abban legyenek érdekeltek, hogy hozzák haza, és itthon működtessék ezt. Ez sokféleképpen az útról nem beszéltünk. Ezt persze meg is lehet fordítani, és akkor megint a kormánykritikánál tartunk, hogy vajon azért megy-e egyre több tőke külföldre, mert hogy olyan gazdasági környezetet és kiszámíthatatlanságot teremtett, mondjuk például az elmúlt 2 évben az Orbán biztos kormány. Biztos benne van ez. Ezt is elmondta tegnap a miniszterelnök? Nem? Ez nem az én javaslatom volt, ezt nem fejtettük ki ennyire, de az abban egyetértek, hogy ha lehet, akkor haza kell csábítani a magyarok pénzét. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.